a Magyar Dárc Liga Közép-Kelet magyarországi régiójának cegrédi fordulóját bonyolította le tegnap a CVS a Dárc szakosztálya. Új helyükön a Kossuth-Ferenc utcai klubban kialakított pályákon mérték össze tudásukat a versenyzők. A ligát a Magyar Dárc Szövetség szervezi. A fordulókat a szövetség tagjai közé tartozó klubok rendezhetik meg. A versenyeket régiókba osztják. A Közép-Kelet magyarországi régióban 50 versenyt rendeznek meg. Cegléd a tegnapi mellett még 8 fordulót bonyolít majd le. Ezeken a versenyeken vagy versenyengedéllyel, vagy szabadidős versenyengedéllyel lehet részt venni. A verseny lebonyolítása az csoportkör, ahol 4-5-6 fős csoportokban küzdenek meg egymást a játékosok, és utána pedig egy úgynevezett egyenes kecses és főág lebonyolításra kerül sor, ahol már élesben 4 nyert legre, aki nyer, megy tovább, a többiek pedig elbúcsúznak, mehetnek szórakozni. A CVS a Dárc szakosztályának tagjai is természetesen részt vettek a megmérettetésen, de a régió több pontjából is érkeztek versenyzők. A tapasztalat az, hogy egyre többen érdeklődnek a dárc iránt. Ez a cegrédi szakosztály növekvő létszámán és a most nevezett versenyzők számán is látszik. Persze még mindig várják a jelentkezőket, elsősorban az esti találkozókra, ahol bárki segítséget és tanácsot is kaphat. A mi sportunk az nem egy tömegsport egyelőre, úgyhogy várunk továbbra is mindenkit szeretettel. Azokat leginkább, akik eddig csak otthon mertek dobálni, bízom benne, hogy ezek a képsorok is arra bíztatják őket, hogy esténként lelénzenek ide, kipróbálják, hogy milyen társaságban játszani ezt a játékot. A Magyar Dárc Liga Közép-Kelet magyarországi régió cegrédi fordulója tehát nagy létszámmal és jó hangulatban zajlott le. Az elődöntők résztvevői érmet, oklevelet és a kötelezően megszabott pénzdíjat is megkapták.